Merre voltál a kajakkaddal? Csak szigetet kerültem, elsebezés. És akkor ott átcipelted a gátnál? Nem, hát mi más szigetet kerültem. De át lehet menni? Ne, balra átmész, hát közben. Ja, ide jó, nem tudtam. Azt hittem, hogy ott át kell emelni. De hogy kell átemelni? Csak a tátinál kell jó, akkor. Az igen, hát addig fölmenni az... Jó, azt tervezzük. Azt tervezzük. Szia, jó pihenést! Sétálnak, város néznek. Thank you.
Most nagy utcájok mentek fel reggel. Nagy utcájok mentek fel reggel. Nagy Dunán, persze. Főle vonulgattak. Jó. Jó. Köszönöm. Tehát mindig a sziget végén tartsuk. Nincs, akkor visszafordulunk ott, ahol már... Fantasztikus ez a kettes hajó, milyen magas. Stabilnak tűnik. Ez a fehér. Még ez egy régi versenyhajó, nem? Hány hajóval vagyunk, amúgy megszámoltuk? 2, 4, 6, 7, 8, hát van vagy 10 hajó számom, nem? 2, 4, 6, 7, 8. Aha. 10 hajó. Sodrás, itt keményebb, mint hogyha a Nagy Duna szélén mennénk. Keményebb itt a sodrás, mint a Nagy Duna szélén mennénk, nem? Hát ott a szélén alig volt sodrás, fölmentem egy másfél kilométert, és alig volt sodrás lefelé, ott a 20-30-50 méterre a parttól. Ez a negyedik híd, ami alatt el fogunk menni, ugye? Jól számoltam? Nem.
menet közben a való lábosás. Aki menő, az tudja. Thank you.
mindenki kielemezheti az övezés technikáját videóból. A jót nehéz. Én az előttem lévőt próbálom követni, látod? Laci, azért kacsázok annyit. Látszol a videó, ne aggódj. De te vagy a narrátor? Igen. Én nem fogom tudni a sajátomat kielemezni, mert ugye magamat nem tudom venni előről. Mert a hajót cserélünk esetleg. Mi mennek át a túlsó partra? Mi van, a takadás? Vagy csak a hűvöset szeretik. Milyen jó annak, aki egy portjával megy, nem? Könnyű 14 kilós hajóval. Hát így megpakolva szerintem bőven 30 fölött. Légy, hogy mögötted megyek, így könnyű dolgom van. Milyen jó lehet a házba lakni. Micsoda nyugalom van. Jó,